Révei Katalin szociológus író a vendégünk, kezét csókolom, jó reggelt kívánok. Az Élet és Irodalomban megjelent pár héttel ezelőtt egy írása, tulajdonképpen ma kap aktualitást a naptárok állam, hogy március 8-a a Nemzetközi Nőnap, hát ebből az alkalomból is kész csókolom önnek és minden kedves hölgynek. Viszont amiről Révei Katalin írt, az nem a nőnap ünneplése, hanem a nőnap hiányosságai, illetve mindaz, ami a nőnap mögé elbújva, most már lassan 150 éve rejtezik, a női egyenjogúság, a női egyenjogúság társadalom által történő elismerése, és hát annak a kierőszakolása a döntéshozóktól. Nagyjából jól foglalom össze? Szuper volt. Köszönöm szépen. Akkor itt abban is vagyhatjuk, értjük szépen, egymást, köszönöm szépen. Mehetünk visszaaludni. Na fejtsük azért ezt ki, ugye? Nem, szóval ez tényleg a ne vicceljük el semmiképpen. Azért indították a mozgalmukat 1859-ben, amiről most ön ír. Hogy egyenlő munkáért, egyenlő bérek, elég szomorú, hogyha a nők megbecsülése, a nők döntési joga a saját életükről, ugyanezek voltak a követeléseik. Hát azért nem egészen, mert 150 év alatt nagyon sok minden változott, de én leginkább arról szeretnék beszélni, hogy ez a nap, ez inkább, én inkább embernapnak nevezném, ami a demokráciáról szól, az igazságosságról szól, az egyenlőségről szól, mert az elmúlt évtizedekben azért erősen lejáratódott a nőnap, és én mégis amellett érvelek, hogy fontos az, hogy legyen egy olyan nap, amikor nem egy olyan nap, hát sok olyan nap kellene, hogy legyen, amikor egy társadalmi csoport, amelyik egyébként nem nagyon hallatja a hangját, és az érdekei nincsenek képviselve, azok megszólalhassanak, és legyen egy olyan alkalom, amikor elmondhassák a nők azt, hogy hogyan élnek ebben az országban, és mit gondolnak, és ebből a napból kellene nagyon sokat csinálni egy évben. Tehát, hogy tulajdonképpen folyamatosan napirenden kellene tartani ezt a témát, mert ez nem a nőkről szól, hanem ez a demokráciáról szól, arról az igazságtalanságról szól, hogy a legnagyobb társadalmi csoport Magyarországon nincsen képviselve, nincsen megfelelően képviselve, az érdekeik nincsenek megfelelően megjelenítve, és hát olyan igazságtalanságokról szól, amit ön is említett, amelyek maradandóak valóban, hogyha egy nőnek azonos képességei vannak egy férfivel, akkor nagy valószínűséggel nem érheti el ugyanazt az eredményt, és nem lehet ugyanolyan boldog, sikeres a pályáján, a magánéletében sem biztos, mint hogyha férfinek születik. Tehát eleve a biológiai adottságok egy társadalmi hátrányt okozhatnak, és azért a társadalom felelős. Varga Mihály tegnap egy konferencián arról beszélt, hogy a mostani kormányzás egyik nagy siker, hogy 2000-re több nő dolgozik, mint 2010-ben volt ez így. És én azon gondolkoztam, hogy ezt hallottam, hogy ez biztos-e, hogy ennek így kell lennie? Tehát, hogy biztos-e az, hogy önmagában egy szám, egy matematikai adat, az valamit jelent? Nem kényszer ez sok esetben, hanem szabad választás. Pontosan ez a kérdés, hogy van-e szabad választásuk a nőknek, van-e olyan mértékben szabad választásuk, mint a férfiaknak, és nagyon sokszor nincsen. Én emellé az egy adat mellé hozzátennék még néhányat, amivel szerintem árnyalom ezt a képet. Még mindig 15%, még Magyarországon is több mint 15% a bérkülönbség az azonos értékű munkát végző férfiak és nők esetében, és ez a nők hátrányára. Tehát 15%-kal kevesebb bért kap az a nő, aki ugyanazt a munkát végzi el, mint a férfi. Még egy csomó olyan adatot sorolhatnék, ami most nem a munkavilágára vonatkozik, de amivel nagyon rövid az idő, és ezt mindenképp fontosnak tartom megemlíteni. Azt szeretném még elmondani, hogy az emberkereskedelemnek a kiinduló állomása lett Magyarország, ami azért egy eléggé lehangoló és rémisztő képet ad erről az országról, ami azt jelenti, hogy az európai emberkereskedelemnek minden ötödik áldozata magyar. Ez 14-23 éves korosztályt érint, általában olyan megyékből küldenek el, vagy kényszerből, vagy önszántukból mennek, de hát az önszántukból elindulás az azt jelenti, hogy gyakorlatilag kényszerülnek arra, hogy áruba bocsássák a testüket, és Magyarország lett a kiinduló ország a szexuális emberkereskedelemnek. Ez önmagában egy olyan drámai képet fest az országról, ami mellett nem lehetne elmenni szó nélkül. Most soha, de ezt csak mondom, egy-egy példa csak, amiről most beszélünk, és nagyon sok mindent mutat fel. 20 évvel ezelőtt Ukrajnát, Oroszországot nevezték, és Romániát, meg Bulgáriát ennek a központjaként Európában. Ha most Magyarország a központ, ez egy nagyon komoly szociális problémát és rengeteg szegénységet rejt.
Pontosan. Tehát amikor arról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy van egy létezik egy úgynevezett nők és férfiak közötti esélyegyenlőségi kérdés, akkor mindig rettenetesen messze ágazó kérdéseket bontunk ki, vagy próbálunk meg megmutatni, amelyek mind arról szólnak, hogy igazságos-e a társadalom, demokratikus-e, egyenlőségpárti-e, és ezekre sajnos mind azt kell mondanom, hogy nem az. És ez a cikk, ami az ÉS-ben megjelent, egyébként egy vita cikk, és ma délután lesz egy konferencia a Rádió Bézs és a vegyipari szakszervezeti dolgozóknak a szervezésében. Ez mind ezeket a kérdéseket járja körbe különböző oldalról. Mennyit ér a nő Magyarországon? Ér-e annyit, mint egy férfi? Ér-e annyit a munkahelyen? Ér-e annyit a magánéletében? Van-e olyan szabad választási lehetősége, mint a férfiaknak? Vagy pedig ezek a lehetőségek az ő számára bezárulnak? A közéletből miért rekesztik ki a nőket? Miért nincsenek a politikában nők? Tehát nagyon sok oldalról kell körbejárni ezt a kérdést, és mindig ugyanoda fogunk visszajutni, hogy a demokráciánk egy borzalmas nagy deficittel működik, és a legnagyobb társadalmi csoportnak az érdekeit nem veszi figyelembe. Rengeteg kérdés van ezzel kapcsolatban, amit most itt felsorolt. Ugye azt szokták mondani, a politikusok a számon kérik rajtuk például a nők politikai képviseletét, a nők által történő politikai képviseletét, és senki nem tiltja meg a nőknek, hogy politikusnak menjenek, miért nem jönnek. Más oldalról azt mondják a parlamentben, meg hát hallottuk ezt kormánypárti politikusoktól is, hogy a politika nem nőknek való terep. És akkor ez így egy ördögi kör, és hogyha nincs képviselet, akkor ki fogja elérni azt, hogy a 15% az ne legyen 15% két azonos munkát végző ember jövedelme közötti különbségként. És kérdem én egyúttal, ezt miért tűrik el a nők? Miért tűrik el? Nekem is az a legfőbb kérdésem, hogy miért tűrik el, és a nagyon egyszerű válasz az, hogyha nem tűrik el, akkor nagyon rosszul járnak. Tehát azért tűrik el, mert megtanulták azt az elmúlt évtizedek során, hogy nekik csak annyi jut, amennyit a férfi hatalom, a férfi központú társadalom és a férfi hatalom a jó indulatából átenged. De ez hogy lehet megint? És hogyha ezt múltkor elfogadják, már pedig elfogadják, akkor tartunk ott, ahol most tartunk, és mindig vannak ezzel szemben olyan lázadó nők, olyan gondolkodó nők, olyan csoportok, olyan közösségek, amelyek ezt nem tűrik és nem fogadják el, és nyilvánvalóan az a célom, és nagyon sokunknak az a célja, hogy ezeket a köröket erősítsük. És egyébként az a hírhet megszólalása a parlament elnökének, amit néhány hete tett, azt hiszem, hogy éppen ebbe az irányba hatott, hogy elindult egy sor olyan gender tudatos kör, egy csomó olyan női szalon, olyan kezdeményezések, olyan körök, kiskörök, amelyek mind ennek ellenében dolgoznak, és azt gondoljuk, hogy ezek, ha összeérnek, és hogyha összedolgoznak, és nem magányosan is elszigetelten működnek, akkor ebből lehet egyfajta jó értelemben vett civil mozgalom, aminek nem más a célja, mint az, hogy egy felvilágosult polgári Magyarország legyen itt. Azt akartam közbevetni, de jó, hogy végigmondta. Ne haragudjon, én mondom azt, hogy jól tette, hogy láttam múltkorában a Te rongyos élet című filmet. Ha valaki nem látta még, akkor nézze meg, nagyon jó. Udvaros Dorottya felül a traktorra egy operetben, és a traktorista lány, az 50-es évek. Akkor ez egy pozitív, kicsengésű gondolat volt, hogy nők ugyanazt a munkát végezhessék, mint a férfiak. Ebből jutottunk el oda, hogy a nők megint nem végezhetik ugyanazt a munkát, miközben traktoron senki nem akarná látni őket nyilván, mert az valóban nem egy női feladat, de ki mondja meg azt, hogy mit lehet, mit szabad egy nőnek? De mi lenne, hogyha a nők maguk dönthetnék el, hogy milyen munkát akarnak végezni, és nem egy hatalom szabná ki a számukra az utat, amit járniuk kell, és nem akarná senki megmondani nekik, hogy hogyan kell viselkedniük, hogy ők most akkor jó nők. Most meg akarják mondani? Hát ez biztos? Nem csak néhány rossz megszólalásról van szó, Ákostól, Kövérlászlóig? Egyébként ez igaza van, mert most, hogy végig gondoltam a korábbi Fidesz korszakoknak az úgynevezett nőpolitikáját, mert ők mindig így hívták, és sokkal koherensebb volt, és sokkal inkább célzott, és sokkal egyértelműbb. Most tulajdonképpen még az sincsen, ami korábban volt, tehát egy ilyen szétzilált, nem is nevezném nőpolitikának sem, hát esélyegyenlőségi politikának semmiképpen sem, de az értékek, a gondolatok azok nem változtak. Tehát ugyanaz a férfi felsőbbrendűségű gondolat, ugyanaz a magától értetődő gondolat, hogy én a hatalom mondom meg a nőknek, hogy nekik mi jó, és hogy nekik hogy kell viselkedniük, és hogy többet, ki ér többet, többet ér az a nő, akinek 3 gyereke van, és ezt bizonyos állami támogatásokkal én díjazom. Tehát ez a gondolkodásmód, ez nem változott. Csak most kevésbé mutatkozik meg a felszínen. Szép ünnepi beszélgetés lett a nőnap alkalmából, ez most itt Lévai Katalinnál. Hát ilyen a mi ünnepünk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Azért a meghitt pillanatokat, hogyha jutnak, azt ne felejtsék el ma sem. Jön a híradó Tóth Gézával, és utána várom önöket. Bokros Lajos lesz első vendégünk a híradó után.